Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Zemplén Televízió Mecénás című kulturális magazinját látják. Tartsanak velünk ma este is! szeptember 18-án egésznapos programsorozattal emlékeztek a holokauszt 80. évfordulójára Sátoraljaújhelyen. Az esemény keretében a Kazinczy Ferenc Múzeumban kiállítás nyílt azokból a molinókból, melyeket a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény készített a legújabb kutatási eredményekre alapozva. Este pedig Klein Judit énekművész tolmácsolásában olyan jiddis dalok csendültek fel, melyek abban a korszakban, illetve a gettókban születtek. Fotók és történeti leírások arról a szörnyűségről, amely 80 évvel ezelőtt a zsidó közösséget érte. 1944-ben csak Sátoraljaújhelyből 6000 zsidót hurcoltak el koncentrációs táborokba. Ezzel szinte teljesen eltűnt a városból az a zsidó közösség, mely jelentős szerepet töltött be a település fejlődésében. A történelmi Magyarországot tekintve 800 000 embert küldött a halálba a holokauszt. A zsidó közösség meghurcolásának történetét dolgozza fel, és a legújabb kutatási eredményeket mutatja be a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény által készített molinó kiállítás, amely most Sátoraljaújhelybe érkezett. A molinók a zempléni városhoz hasonló nagyságrendű települések gettóit, illetve az elhurcolások történetét dolgozzák fel. Folyamatosan vannak kutatások, és ők országosan lehetővé teszi ez az emlékközpont, hogy a korábbi zsidó emlékek felszínre kerüljenek, illetve fennmaradjanak. Azt kell mondanom, hogy ez az év összességében a holokauszt 80. évfordulójának emlékére szenteltetett, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezeket a már felkutatott anyagokat bemutatják az egyes városok, vidéki települések lakosainak. Így történt ez a Sátoraljaújhely anyaggal is. Tehát ezek friss kutatási eredmények, amelyeket itt a HDK-i bemutat a Sátoraljaújhelyi lakosságnak. A Kazinczy Ferenc Múzeum város történeti kiállítása is foglalkozik a Sátoraljaújhelyi és a zempléni zsidóság történetével, nem megkerülve a holokausztot, azonban a tárlat inkább azoknak az értékeknek a bemutatására irányul, amit a közösség a városnak adott. A kiállításban próbáltuk mindazt a pozitívumot beemelni, beépíteni, amit a város társadalmában az egykor ítélt zsidóság jelentett iparkereskedelem hivatalok tekintetében. Egy nagyon szép asszimilációs folyamat indult el a 19. század végétől a városban, akár az oktatás területén, a kultúra területén, a közigazgatás területén is. Ennek egyik szimbolikus kicsúcsosodása volt, hogy Rajhard Salamon személyében izraelita polgármestere is volt Sátoraljaújhelynek az 1900-as években. És hát ez a folyamat torkolott nyilván az országos politikát és az európai politikától nem függetlenül a holokauszt tragédiájába, amiben a várostörténeti kiállításban is foglalkozunk, és ebben a molinós kiállításban pedig a Újhelyhez hasonló léptékű vidéki városok gettóit és a deportálások történetét mutatjuk be. A holokauszt emléknapot a Városháza dísztermében Klein Judit, a zsidó zenei világ legautentikusabb énekművészének Gettó Melódiák című zenés előadása zárta. Az énekes saját családja tragédiája nyomán fogalmazta meg érzéseit, gondolatait a műsorban. Bennem ez egy nagyon erős
feszülést okozott éveken át, mert nem tudtam vele mit kezdeni. Tehát ez egy nagyon nehéz érzés volt, hogy egyrészt az apukám is véletlenül maradt életben, az anyukám még meg egyenesen úgynevezett emlékmécses család, akik úgy születtek, hogy azok helyett új családként, akiket a gyerekeket és előző családtagokat megöltek a holokauszt során. És ez egy olyan erős, fájó, traumatikus életkeresési pont volt bennem, hogy akkor én hogy is vagyok, hogy egyszerűen fel kellett dolgoznom. Nem tudtam, hogy fel kell dolgoznom, csak egyszerűen hozzányúltam azokhoz a dalokhoz, amelyek ebben a korszakban írottak. És gondoltam, hogy ebből lehetne egy nagyon szép est, hiszen nem is, tehát nagyon szépek a dalok, nem ismerjük igazán a fordításaikat, és ezeket a dalokat válogattam úgy össze sorrendbe, és írtam hozzájuk saját dalszöveg fordításokat, amelyekkel mesélni tudok. Illetve hát benne vannak a saját verseim is ebben az estben, mert én így tudtam. Tehát én ezt, így tudtam ezt az egészet valahogy átvezetni magamon. Hogy én ezt teljesen a helyére tudom-e valaha tenni, az hát ugye egy generációs kérdés, de ezzel, hogy ezt így elhozom, megmutatom, elbeszélem, bár nehéz, én is könnyebbülök, és talán sikerül egy kicsit érthetőbbé tenni dalokon keresztül, hogy mi megy bennünk végig. Nagyon szép éve volt ennek a műsornak, átvezette a kezdetektől, a háború előtti időszakoktól, a gettó életen át az új életreményig az egész történetet, de ezek a dalok lebontva hogyan is születtek, mennyire nehéz volt őket összegyűjteni? A dalokat nem rövid idő alatt gyűjtöttem, mert konkrétan nem emiatt az előadás miatt gyűjtöttem, hanem én nagyon sok jidis dallal foglalkozom, és nagyon sok szegmensével a zsidó zenei kultúrának, tehát igazán sok minden foglalkoztam már életem során, és amikor ehhez az estéhez akartam összeállítani, akkor kifejezetten törekedtem arra, hogy Európában a gettókban írt dalokból, illetve konkrétan azokhoz, ami ahhoz kapcsolódó és kötődő korszakilag kerüljenek bele ebbe az estbe. Tehát, hogy azért ez egy válogatott anyag, mindabból a rengeteg zenei anyagból, ami egyébként ebből a korszakból még rendelkezésre áll. Én ezeken keresztül tudtam mesélni, és ezeket tettem bele a műsorba. Nagyon fontos ennek, hogy őrizze a zsinó zenei hagyományokat. Mennyire él napjainkban, itt Magyarországon, mennyire ismerik a zsidó zenét? Szerintem egy bizonyos részét, az úgynevezett klezmer, az örömzene, szórakoztató zenei részét viszonylag széles körben ismerik. Én is azt is énekelek természetesen, hiszen az a vidámság része. Ezeket a dallamokat kevésbé. Tehát ezekből van, amit úgy előfordulhat, hogy talán igen, meg egyébként van egy-két olyan dalam, ami beittam magát a többi népcsoportnak a zenei stílusába is, kifejezésvilágába, de valójában ezek a dalok kevésbé ismertek. A vidámabb, önfelettebb, szórakoztató zene azért azt ismerik elég szép területeken. Önökön mennyire van a felelősség, hogy életben maradjanak itt hazánkban ezek a dalok, hogy továbbadják a következő generációknak, akár hogyha azokra gondolok, amelyek a háborús időszakban születtek, vagy az egyéb zenei zsidó kultúrához köthető anyagok. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ebből a szempontból mi átmeneti generáció vagyunk, hogy így mondjam, hiszen a szüleinknek ezek még teljesen a saját otthonos dalaik voltak, zenei világuk. Én még ezeknek ismeretében nőttem fel, de az én korosztályom már csak ilyen előadásokon találkozik vele, és a mi gyerekeink meg már teljesen más zenét hallgatnak. Tehát ez most nagyon fontos még, hogy ezt megmutassuk, hogy ez van, mert szerintem ezeken a jidis dalokon keresztül most még nagyon-nagyon sokat lehet üzenni és elmondani. Talán már nem olyan nagyon sokáig, hiszen azok, akiktől mi tanultuk, vagy akik miatt én is ezt elénekeltem ma este, ők már egyre kevesebben vannak velünk. A jidis dalok persze nem csak ezek, nem csak erről a világról szól, hiszen egy teljes nép kultúrája rengeteg mindenről, örömről, szerelemről, esküvőről, hétköznapról, bármiről is szól. Tehát azok mind vannak, csak valahogy, ahogy fordulunk a következő generáció felé, ő nekik már más a zenei világuk, ez azért érezhető. Klein Judit a zsidó közösség legismertebb, a Szól a kakasmár című énekével zárta az estet, mely az egység iránti vágyakozást szimbolizálja.
Két és fél évtizede indult útnak a Bodrog Közi Művelődési Egyesület és a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának szervezésében az a konferencia sorozat, mely elsősorban a történeti földrajz szemszögéből vizsgálja a régiónkat. Az ezzel a területtel foglalkozó szakemberek idén is változatos témában mutatták be a legfrissebb eredményeket. Tájhasználat és antropogén tájformálás a Zempléni hegységben és környékén címmel vártak minden érdeklődőt szimpóziumra a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumába Sárospatakra. Egy tucat előadás során mutatták be újabb kutatási eredményeiket a megjelent szakemberek. Történeti földrajzosok, történészek, régészek, néprajzosok találkozója ez a mai nap. Zempléni témába alapvetően, de azért vannak kitekintő témáink is. Ez egy konferencia sorozat része. Én mindig büszkén mondom, hogy 1998-ban indult el ez a konferencia tanácskozás sorozat, amely aztán 2019-ben a Nyíregyházi Egyetemmel és a Történeti Földrajzi Albizottsággal, és hát a kezdetektől a Bodrog Közi Művelődési Egyesülettel közösen folytatódott, így közösen már együtt ez az ötödik alkalom. Mindig igyekszünk arra, hogy törekszünk arra, hogy meg is jelenjenek az itt elhangzottak, a tavaly előtti konferenciánk kötete a történeti földrajzi közleményekben jelent meg, még az első két konferenciánk önálló kötetben, az idei tervek szerint megint csak a történeti földrajzi közlemények ad majd helyet és nyilvánosságot ennek a konferenciának. Még nem ért véget, amikor mi beszélgettünk, nagyon izgalmas, érdekes előadások hangzottak el, hiszen számomra, hogyha történeti korban haladunk, akkor nagyon érdekes például Sümegi Pál professzor úrnak a Bodrog közben végzett rétegvizsgálatai, amely a honfoglalás korának nagyon fontos forrásanyaga a porleneken keresztül, hogy milyen életmódot is folytattak, milyen is volt a társadalmi rétegzettsége a honfoglaló magyarságnak. De hallhattunk előadást arról, hogy hogyan is tárták fel történészek, földrajzosok, alapvetően földrajzosok, de akik bevonták a történészeket, néprajzosokat is, a Zempléni hegység természeti, társadalmi folyamatainak feltérképezésébe egy nagyon szép összefoglalót hallhattunk ezügyben. A város hierarchia esetében is nagyon érdekes a dicső múlt és a kicsit szomorúbb jelennel találkozni. Tehát ezek mind-mind olyan előadások, amelyeket mindig érdeklődéssel, izgalommal várunk mi is, hiszen ismerve a kollégák kutatásait, tudjuk, hogy milyen irányba haladnak, és nagyon érdekes évről évre az új eredményeket meghallgatni, de ha már ebben a múzeumban vagyunk, akkor Leskó Andrea kolléganőm Zemplén és abba, hogy tárgyi örökségét mutatta be egy rendkívüli előadáson magában a kiállításon, amely előadás például összekapcsolódott az üveghuták világa, majd a konferenciát záró Filip Antal előadással, tehát ezek mind egymásra épülő, szép tudományos eredmények. Körülbelül 30 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni mérehatóan az Abaúi hegy aljapálos kolostaival, Gönc Ruszka regész kolostoraival, és azzal a pálos kis enklávéval, ami ott kialakult tulajdonképpen a 13. század végétől egészen a 15. század végéig, és tulajdonképpen egy meghatározó gazdasági részévé vált ez a közösség az Abaúi hegy aljának. Nos, gazdálkodásokat tekintve, hogyha nagyon röviden össze akarnám foglalni, van egyfajta pálos rendre jellemző gazdasági forma, ami itt nyilván az Abaúi hegy alján is jelentkezik, hiszen nem szabad elfelejteni azt, hogy egy olyan rendről beszélünk, amely fennállása során végig ragaszkodott a remete hagyományokhoz. És így a helyválasztás tekintetében az, amit mondjuk az Emplén vagy az Abaúi hegy alja kínál, az a világi élettől kicsit elzárt a közösség remete hagyományait mutató természeti környezet, az itt nagyon
jó adottságokat kínál a remeteségek létrehozására, viszont bizonyos mértékig determinálja azt a gazdasági lehetőséget, amiben egy valós gazdálkodást vagy a lakóstól fenntartását el lehet látni, és nem véletlenül fordulnak a pálosok, hiszen ez azért jellemző az ország más középhegységi területeire, tehát ilyen példákat láthatunk akár a Mecsekben, a Pilisben vagy a Balaton felvidéken. Szóval ez a determinált környezet azért mégiscsak olyan gazdasági formákat részesít előnyben, mint például a halastavak, a malomgazdálkodás, a szőlőművelésnek az elsődlegessége, és ezeket a mintákat mutatja tulajdonképpen az abaui hegyalja is, néhány speciális különlegessége. Ringer István a helyiek által csak bortemplomként emlegetett Sátoraljaújhelyi Állami Közpince korai történetét mutatta be előadásában. A témaválasztás apropóját az adta, hogy ez az épület, ami nem csak Sátoraljaújhelyben, hanem Tokajhegyen is egy emblematikus épületnek számít, ennek a helyreállítása, a rekonstrukció lezárult, és rövidesen a turisztikai célú hasznosítása is megkezdődik, és hát van néhány olyan félreértés az épülettel kapcsolatban, amit talán érdemes eloszlatni, és nagyon izgalmas azt megvizsgálni, hogy ez a hát ugye új helyek által egyedülállónak tekintett épület valójában nem volt teljesen egyedülálló, egy olyan rendszernek a részeként jött létre 1912-ben, és aztán adták át hivatalosan 1914-ben, ami arra volt hivatott, hogy az akkor válságban lévő borágazatot valamilyen módon fellendítse. Ugye arról van szó röviden, hogy egy akut válságban volt a magyar borágazata filoxéra utáni szőlőrekonstrukciókat követően, nagyon nehezen tudott érvényesülni a bor a világpiacon, szakmai problémákkal, kihívásokkal küzdöttek a borászok, és hát azt határozta el a központi kormányzat, a Földművelődési Minisztérium koordinálása mellett, hogy az akkori Magyarország történelmi borvidékein olyan állami közpincéket hoz létre, ami egy borlerakatként is szolgál, segít az értékesítésben, a piacra jutásban a gazdáknak, másrészt pedig egyfajta ilyen szakmai mentor szerepet látnak el ezek a közpincék, ahol szakértő módon kezelik a bort, és a borászoknak pedig mindenféle szakmai tanácsokat, tudást adnak, és ami nagyon fontos volt, hogy kölcsönt is adtak azoknak a borászoknak, szőlészeknek, akik a mostott bort itt tárolták, és ezáltal az értékesítésben is segítettek számukra. Összesen 10 ilyen állami közpince létrehozását termeszte a kormányzat az 1910-es években. Az első világháború közbeszólt, a háborúig 6 ilyen állami közpince létesült, és a háborús években még további 2-nek a építésébe fogtak. A Sátoraljaújhely volt a legelső, amit átadtak még a háború előtt 1914 áprilisában. Itt az előadásban röviden áttekintem azt, hogy milyen kihívások jellemezték a újonnan átadott állami közpincét, munkatársait, és milyen szerepet töltött be Tokajhegyalja borászatában ez az épület. A nap keretében adják át hagyományosan a Balassa Iván emlékérmet. A Bodrogközi Művelődési Egyesület 2004-ben alapította az elismerést a Bodrog közkutatás területén elévülhetetlen érdemet szerző szakemberek számára. Idén Leskó Andrea néprajzkutatót találták rá érdemesnek. Nagyon meglepődtem, ez, hiszen nem egy életpálya végén szokták kapni ezt az érmet, és az igazgató asszony is elmondta a laudációjában, hogy talán a legfiatalabb vagyok, aki ezt megkaphattam. Meglepetésként ért, tehát először igazából nem is tudtam, hogy mit kezdjek ezzel az érzéssel. Nagyon megtiszteltető számomra, hogy ezt megkaphattam, hiszen egy olyan neves néprajzkutatóról kapta ez az emlékérem a nevét, akinek a munkásságát én nagyon tisztelem, a fiával dolgozhattam együtt, szintén Balassa Emiván munkásságát is nagyra becsülöm. Úgyhogy igazából örömmel tölti el a szívemet ez az elismerés. Most a legutóbbi nagy munkám az elmúlt közel 10 évben a Rákóczi Látványtáron belül a Zemplén és Sárospatak tárgyi örökségének a kiállítóterének az elkészítése volt, mind a szakmai előkészület és mind a megvalósítás. Az előadások írásban is napvilágot fognak látni a szervezők tervei szerint, a korábbi évekhez hasonlatosan. A Tokajhegyalja Egyetem Kulturális Örökség Tudományok Tanszéke tavaly hozta létre azt az intézmény történeti gyűjteményt, melynek első bemutatkozása az a kiállítás, mely az intézmény képzőművészeti oktatás 20. század első felében alkalmazott eszközeit és módszereit mutatja be. A tavalyi év során megindult a Tokajhegyalja Egyetem főépületének felújítása. Az épületből való kiköltözést az intézmény Kulturális Örökség Tudományok Tanszéke felhasználta arra, hogy összegyűjtsék azon tárgyakat és dokumentumokat, melyek egy intézménytörténeti gyűjtemény magvát képzik.
Felhívás útján ez az anyag jelentősen kibővült magánszemélyek adományaiból is. 2023-ban alakítottuk meg a gyűjteményt a kollégákkal, méghozzá elsődlegesen azért, mert ki kellett költöznünk a Lechner-féle főépületből, és realizáltuk, hogy nagyon sok tárgyra, illetve dokumentumra a pusztulás várna, hogyha ezt mi nem lépjük meg. Másfelől viszont inspirált bennünket ez a rengeteg tárgy, ami a kezünk ügyébe került. Nagyon sok a 19. század utolsó harmadából származik, 20. század első feléből származik, tehát valóban történeti értékű, másrészt viszont rendkívül izgalmas műtárgy együttessel dolgozunk. Nincsenek külön gyűjteményi egységei ennek a gyűjteménynek, a műtárgyakat egy egységként kezeljük. Nagyon fontos, hogy Sárospatak igenis legyen büszke magára, hiszen egyedülálló országos szinten is, hogy két intézménytörténeti gyűjteménnyel büszkélkedhet. Mik a legrégebbi darabok, és mik a legizgalmasabb vagy unikálisabb darabok a gyűjteménybe? Hogyha a második kérdésre szeretnék válaszolni, akkor elég sokáig fog tartani ez az interjú, mert rengeteg unikális és rengeteg izgalmas műtárgyunk van, és ez nem költői túlzás, hanem valóban fantasztikusan erős a gyűjtemény. De hogyha ki szeretnék emelni néhányat, hogy az első kérdésre is válaszoljak a korábbiakat illetően, például az érdemkönyv, ami 1892-től 1909-ig tartalmazza a pataki tanítóképezde legkiválóbb oktatási gyakorlatait. Ez egy könyv, kézzel írott könyv, tehát kézirat, amit a hallgatók jegyeztek le, tehát mindenki a saját tanítói gyakorlat, tanítási gyakorlatát, és nagyon szépen illusztrálták is azokat. Ez a tárgy is szerepel a kiállításban. Néha nem fedi egymást az, hogy egy gyűjteménykezelő rendező mit ítél objektív szakmai alapon a legjelentősebbnek, és mi az, amit személyesen ki tud emelni közülük, mert közelebb áll hozzá. Többiet is tudnék mutatni, de inkább hosszabban válaszolok erre a kérdésre, mert tekintve, hogy egy hallgatói alkotópályázatot is hirdettünk, ezért, tehát hogy a kortárs hallgatói reflexiókat begyűjtsük, megnézzük, hogy a hallgatók hogyan vélekednek a 20. század első felének rajztanári módszertanáról vagy hallgatói munkáiról. Éppen ezért megpróbáltunk olyan apró kis jegyeket, elrejtett tartalmakat cseppészni a kiállításba, amik erre az elképzelésre reflektálnak. Ilyen például az, hogy vannak olyan képek, amelyek a rollapokon keretet kaptak. Méghozzá azért, mert bár ez a kiállítás a 20. század első felével foglalkozik, néhány tárgyat a 20. század második feléből, a legkésőbb egyébként 2008-as is beemeltünk, azt illusztrálandó, hogy ezek a témák, ezek a motívumok, ezek a feladatok mennyire visszaköszöntek még akár 2008-ban és 20. század második felében, amellyel egy gyakorlatilag egy évet írhatunk le a tanítókép képzői rajzoktatást tekintve. És ezek a tárgyak között kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik egy Tóth Gyuláné nevű hallgató, nem tudok róla sajnos többet, csak hogy 1979-ben végzett levelező tagozaton. Több grafikáját is őrzi a gyűjtemény, és elképesztő tehetségről tanúskodik mindegyik, úgyhogy nagyon szeretnénk például vele felvenni a kapcsolatot, és nagyon reméljük, hogy ezt a fajta örömteli alkotó tevékenységet az egyetem, vagyis az akkori főiskola után is megőrizte. A másik pedig személyes. Volt itt egy hallgató, Nemes Sándornak hívták, 1924-ben végzett, akinek az élet útjával személyes okok miatt különös figyelemmel foglalkozok. És az volt a legmegkapóbb az ő életútjában, tanítóként dolgozott egész életében egy Borsod Abaúj-Zemplén megyei kistelepülésen, hogy rendkívül gazdag az ő szakmai életútja, és ezen belül az ő képzőművészként is dolgozott, és a műalkotásait az ügyes hallgatói vagy diákjainak is odaadományozta. És történetesen ez a személy a férjem nagyapja volt. És azért is terveztem, hogy azért is
külön megtisztelő ez a feladata számomra, hogy ezt a kiállítást megalkothattam, mert egy picit Sándor bácsira is emlékezhettem ezáltal, és nem csak rá, hanem például Hornyák Pára is, és lehetne folytatni a sort. Tehát azokra a tanítókra, akik itt végeztek a Pataki Tanítóképző Főiskolán, vagy annak jogelőd intézményeiben, és annyira tehetségesnek bizonyultak a vizuális kultúra vonatkozásában, hogy később a tanítóságuk mellett, vagy azon túl képzőművészként is bizony megállták a helyüket. Tehát, hogyha keressük azt a fajta pataki szellemet, amiről mindenki mesél, de nem az ijeszgetős fajta, hanem ami egész életpályákat határoz meg és inspirál generációkon keresztül, akkor akár ezen képzőművészeti alkotásokban is meg tudjuk ragadni ennek a pataki szellemiségnek a nyomait. A kiállítás megnyitón az is elhangzott, egy nagy intézménytörténeti kiállítás előkészületi munkái is megindulnak a tanévben. A mostani tárlat egyfajta előzetes ízelítő ebből. Én művészettörténész vagyok, úgyhogy különös figyelemmel és lelkesedéssel viseltetek mindennel, ami grafika és festmény. Nagy kiállításra rátérve pedig részleteket még nem szeretnék megosztani, maradjon meglepetés. Az egy egészen más jellegű kiállítás lesz, ami már nem ezt az időszakot, hanem eredendően a 20. század második felének tanítóképzői világát mutatja be. Egyfajta Wunderkammer lesz, tehát egy olyan hely, ahol jó értelemben véve nem csak tanulhatnak, informálódhatnak a látogatók, hanem még szórakozhatnak is. Úgyhogy nagyon speciális installációval készülünk, nagyon reméljük, hogy az is el fogja nyerni a látogatók tetszését. Az egyetem egy hallgatói-alkotói pályázatot is hirdetett a kiállításhoz kapcsolódóan. Nagy örömmel adhatok arról is hírt, hogy egy hallgatói-alkotópályázatot is hirdetett az egyetem. Ez azt jelenti, hogy nagy szeretettel várjuk a jelen hallgatóinknak, tehát minden beiratkozott THE hallgatónak a képzőművészeti eszközökkel történő reflexióját ennek a kiállításnak a témájára, tehát a 20. század első fele rajzok a módszertanának, vagy a hallgató elődök képzőművészeti alkotásait tekintve. Kedves nézőink, már ennyi fért műsorunkba, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!